Sziasztok srácok, én Dani vagyok, és a mai videóban meg fogjuk nézni az új RC tankot. Egyrészt, hogy mennyibe kerül, hol lehet megvásárolni, mit tud, mennyire lehet feltuningolni, másrészt pedig nyilván magát a tankot, hogy igazából mit is tud, és hogy mit kell róla tudni, mit érdemes róla tudni. Nos, mindenféleképpen azzal kezdeném, hogy a szerencsésebbek már december 25-én megvásárolhatták ingyen, ez amolyan karácsonyi ajándék volt a Rockstartól, reméljük, hogy ti is ezek közé tartoztok, ugyanis ha nem, akkor az eredeti ára 2.275.000 dollár, ami szerintem iszonyatosan sok érte, főleg, hogyha belegondoltok, hogy ez egy játékautó, egy távirányíthatós autó, csak úgy, mint az RC Bandito is volt. Minden esetre sajnos ez van, vásároljuk meg és nézzük meg, hogy mit is tud ez a minitank. Rengeteg helyen láttam és olvastam, hogy sokan nem találják és nem tudják, hogy honnan kellene lehívni. Hát kérem szépen, először is meg kell nyitni az Interaction menüt, majd pedig azon belül az Inventory-ban fogjátok megtalálni. Nekem a 9. helyen van, lehet, hogy ez nektek változó, nem tudom. Az biztos, hogy az Inventory-ban kell keresni, mert ott lesz. Amint megtörtént a lehívás, pillanatok alatt le is jön, és már szelhetjük is vele Los Santos utcáit. Egyébként egyből feltűnhet, hogy van egy sárga sávot baloldalt alul, nos ez egy ilyen plusz képessége a tanknak, egy plusz funkció, amivel lehet egy egész nagyot ugratni, hogyha szükség van rá, és egyébként sokszor szükség van rá, úgyhogy szerintem ez egy tök jó kis funkció, főleg egy ilyen kis járműnél. Amit még mindenféleképpen fontos tudni róla, hogy amikor ezzel vagytok, teljes mértékben láthatatlanná váltok a térképen, ami szerintem egy hatalmas nagy előnye ennek az RC tanknak. Egész gyorsnak is mondható, bár nyilván nem veszi fel a normál autóval a tempót, de mégis azt érzed így menet közben, hogy na, ez egész fürge kis autó, és amúgy tök jól is kanyarodik, úgyhogy szerintem ezzel sincs gond. Ami még alapból jár hozzá, az egy ilyen sima machine gun, ezt mindenféleképpen ajánlom, hogy cseréljetek le, mert sokkal erősebb fegyvereket is lehet rátenni. Nézzük is meg, hogy miket. A tuningolástól ne várjatok túl sokat, semmiképpen sem. Csak a Los Santos Customs-nél lehet ezt a járművet tuningolni, és összesen három dolgot lehet rajta állítani. Egyrészt a matricát, ebből mondjuk elég nagy választék van, aztán a tanknak a festését, illetve hogy milyen fegyvert szeretnétek rá, szerintem ez a legfontosabb menüpont. Én ilyen matricát és ilyen festést választottam, de ez úgyis mindenkinél más lesz, úgyhogy csináljátok úgy, ahogy nektek tetszik. Viszont a fegyvereknél már adnék egy-két tanácsot, ugyanis én mindenféleképpen vagy a rakétás verziót választanám, vagy pedig a lézeres fegyvert. A rakétás az 205.000, a lézeres pedig 285.000 dollár, hát sajnos jól hallottátok, eléggé sokba kerül, igen. Viszont én mivel jobban szeretek robbantgatni, mint becélozgatni, ezért én a rakétát választottam, ami egyébként egész jól is működik, én meg is lepődtem rajta. Mindössze 2 vagy maximum 3 lövést kell leadni, és már robban is a legtöbb jármű tőle, úgyhogy ez tök jó. És ami még ennél is jobb, az az, hogy 5 darab RPG kell minimum, hogy felrobbanjon, néha még több is. Tehát én szerintem rengeteget kibír ez a jármű, sőt, igazából annyira sokat, hogy én például vagy 5 vagy 10 percig próbálgattam felrobbantani RPG nélkül, és nem bírtam. Nagyon sok idő kellett, mire felbírtam robbantani, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon strapabíró lett ez a kis tank. És azért, ha jobban belegondolunk, annak tudatában, hogy láthatatlanná tesz térképen. Rakétákat lehet vele kilőni, ami 2 után már robbant. Illetve, hogy ennyire durván strapabíró lett, hogy több mint 5 RPG kell, hogy robbanjon. Szerintem egy picit ez is olyan lett, mint az Oppressor MK2, hogy egy kicsit ilyen el van túlozva szerintem, tehát picit ilyen overpowered lett. Szóval mindenféleképpen vigyázzatok, mert mostantól akár már ilyen minitankokkal is találkozhattok így az utcákon, ráadásul úgy, hogy nem is látjátok őket a térképen. És mindenféleképpen érdemes is velük vigyázni, mert erre szerintem tényleg igaz az a mondás, hogy kicsi a bors, de erős. Sőt, inkább azt mondanám, hogy kicsi a bors, de erős, és zárójelben nagyon erős. Szóval összességében, hogyha nem néznénk az árat, akkor szerintem egy nagyon jól sikerült kis jármű lett ez az RC tank. Maguk az RC autók közül mindenféleképpen a legjobb. Viszont ha meg esetleg most kezdtétek a játékot, vagy nincs annyi pénzetek, akkor meg azt mondanám, hogy most nem minden áron erre gyűjtsetek, mert amiatt meg felesleges szerintem kidobni ennyi pénzt. Hát ennyi lett volna srácok ez a kis bemutató videó, én nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Ha tetszett ez a videó, akkor nyugodtan dobjatok rá egy lájkot, hogyha esetleg nem vagytok még, de szeretnétek, akkor mindenféleképpen iratkozzatok is fel. Én Dani voltam, legközelebb találkozunk, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Never gonna give, never gonna give